Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Én nemrég ébredtem fel, ugyanis reggel van 9 óra, lesz 5 perc múlva. A Lucas épp hogy csak elment az iskolába, a Davis most reggelizik, meg nézi a tévét a feleségemmel. Kint egy kicsit ilyen felhős az idő. És mondott egy pár záport, ugye, talán holnapra jobb idő lesz. Amúgy ma nem más fogunk csinálni, mint játszani fogunk. Ugyanis a múltkor ugye kérdeztem tőletek, mi lenne, hogyha kisorsolnánk egy ilyen, mutattam itt a zsebembe, egy ilyen fidget spinnert. A magyarul úgy hívják, mondtátok nekem, hogy pörgős izé, vagy izé pörgős. Nem, valami pörgős valami. Pörgős valami. Na minden, valahogy így hívják magyarul, de ezt biztosan jobban tudjátok, mint én. És kérdeztem, hogy mi lenne, ha kisorsolnánk ezt az egyiket, vagyis hasonlót. És azt mondta Lucas, hogy ez a Lucas-i mondjuk, hogy ezt nem akarja odaadni senkinek, se a másikat. A Lucasnek kettő ilyen pörgős izéje van, és mondtam, hogy ha nem is ezt, akkor egy ilyen ehhez hasonlót kisorsolunk majd a videóba. Tehát ma játszani fogunk, aztán a játszáson kívül fogunk csinálni, a hajót fogjuk festeni, vagyis a motorcsónakot. Mi már dolgoztunk rajta apukámmal a héten, tegnap is, nem tudtam, hogy meddig jutottunk el. Meg közben itt kint, látod azokat a füves izéket ott arra felé. Ki akarom húzogatni, meg kicsit rendbe tenni a kertet, nem is kert, mert ez nem kert, nem? Udvar. A kertben ugyanis van uborka, meg hasonló, nem? Na minden, még mielőtt ide ér apukám, azt mondta, hogy fél óra múlva itt lesz. Úgyhogy, még mielőtt elmegyek ki, mondom, hogy mit kell tenned, hogyha részt szeretnél venni a játékba. Ugye szokásos dolgokat, semmi más, mint fel kell, hogy legyél iratkozva erre a csatornára, ha még nem vagy. Egy szeretést, lájkot nyomni erre a videóra, meg válaszolni a kérdésre, amit mindjárt kérdezek. Nincsenek megint helyes válaszok, meg nem helyes válaszok, ugyanis mindenki részt vett a játékba, aki akar, és jövő héten valószínűleg a szerdai videóban ki fogom sorsolni vagy ezt, vagy egy hasonlót, ezt a pörgős valamit, ami tudtok ti valami trükköt csinálni, mert múltkor én próbáltam, mondjuk most bal kézzel nehéz, mert jobb kézzel fogom a kamerát, próbáltam itt az orromon pörgetni, ide rátettem, és látod? Ilyen trükköt tudok csinálni. Meg tudom pörgetni itt a kis ujjamon, vagy nagy ujjamon. Na, ilyen trükköket próbáltam. Itt a nagy ujjamon, itt a lábon. Ott is tudom pörgetni, és itt tudok vele menni. Szép lassan. Na minden. De nem ez a kérdés. Ez csak egy külön kérdés. A játékhoz a kérdés a következő. Mióta nézed a videóimat? Mióta találtál meg a YouTube-on? Tehát nincsenek rossz válaszok, nem baj, hogyha csak ez az legelső videó, amit látsz tőlem, vagy egy éve nézed, vagy kettő, ugye? Ide a videó alá írjátok meg. Én csak kíváncsi vagyok rá, hogy a mostani nézőim, még mindig megvannak a régi nézőim, vagy vannak új nézőim, vagy mióta nézitek, hogy én kíváncsi lennék rá. Tehát, ahogy mondtam, nincsenek jó válaszok, nincsenek helyes válaszok, mindegy, hogy mióta nézed a videókat. Hogyha megírod, feliratkozol a csatornára, és nyomsz egy lájkot, egy szeretés gombot erre a videóra, akkor részt fogsz venni a nyereményjátékba, és a szerdai videóba ki fogok valakit sorsolni. Most pedig visszaviszem a Lucas szobájába ezt a fidget spinnert, ide leteszem. Itt van neki még a fehér. Amúgy a Lucas elkészített kettő videót, magyar videót, a csatornáját megtaláljátok itt a leírásban. Lucas Magyar Molnár a csatornáják a neve, ha gondoljátok, nézzétek meg. Úgyhogy azt mondta, mostanában hetente minimum egyet fog készíteni, vagy kettőt. Amúgy ő is csinált egy ilyen, erről a fidget spinnerről egy videót, meg a Blu-ray kollekciójáról, a filméről ugye készített egy rövidebb videót. De még mielőtt kimegyek, gyorsan iszok valamit, ugyanis megreggeliztem. Ugye reggelire ilyen kekszet szoktam enni, meg ilyen teát szoktam inni, amiben most csak a bögrét tudom mutatni, mert a teát már megittam. Iszok valamit és kimegyek. Amúgy az idő nem volt olyan hideg az éjszaka, képzeld el. Remélem kicsit olyan nagyon hideg, és nem fogok megfagyni. Mutatom, mit akarok csinálni. Először is ezt itt feltakarítani, és rettentő nagy szél volt a múlt éjszaka. Befújt egy pár fa levelet ide, ezt ugye ki akarom takarítani. Mert gondolkoztam, hogy mi lenne, hogyha ezt innét kiszedném. Csak attól félek, ugye a múltkor volt itt az a nagyik. Attól félek, hogy hát van itt egy alatta. Remélem, hogy nincsen, ami ott van egy kőből, ahogy látjátok. Úgyhogy ezt egy kicsit rendbe teszem, meg a fű, látod, ott is van egy pár ilyen növényzet, amit ki akarok szedni. De, még mielőtt ezt megcsinálom, bemutatom nektek, hogy meddig jutottunk el a csónakkal. Nyílik a garázs ajtó, de még mielőtt bemegyek, bemutatom nektek, behozom az újságot. Nézd, ide van dobva, látod? Így jön az újság, be van csomagolva.
Milyen zacsiva, hogy ne ázzon meg, hogy ne legyen vizes. Ezt most beviszem. Nem viszem be, ide beteszem. A garázsba, addig aztán majd beviszem. Bum. Na, mutatom nektek. Felfordítottuk a csónakot. Mutatom. Látod? A hátára, nem az aljára van. Nem. Az alja van fent. Látod? Így van felfordítva. És le van alapozva. Ez volt kék, nem tudom, hogy emlékeztek rá, vagy nem. Ilyen kék színe volt, látod, itt lehet egy kicsit még látni. Tehát le van fehérrel alapozva. Az alja be van csiszolva, azért nincs lealapozva, de ott látod, a hátulja meg lett csinálva, ugye itt volt az a nagyon nagy luk, ami el volt rohadva. Ez, látod? Így néz most ki. Próbálom alulról mutatni, amit annyira nem lehet látni, de azért nincs lealapozva. Úgyhogy ma ezt fogjuk lefesteni az alját. Mutatom, hogy milyen színűre. Erre. Ilyen színű lesz az alja. Aztán a teteje fehér lesz, itt van a fehér festék. A közepe pedig narancssárga, ilyen narancssárga színű lesz. A másik csónak az alja ugyanilyen lesz, fehér lesz a széle, a közepe pedig ilyen színű lesz. Ez az a kék, ez a másfajta kék. Amúgy hiszed vagy nem, de a kamerán, itt nézem az LCD-n, ez a kék egyáltalán nem úgy néz ki, mint élőbe. Tehát a kamerán más ez a kék, mint élőbe. Na mindegy. Nem tudom, hogy miért, nem tudja a szint mutatni rendesen. A másik csónakonnak is fel ki fogunk állni, talán már megfordítottuk, meg kell csiszolni a végét, a szélét, és valószínűleg azt is le fogjuk alapozni. Aztán mert majd megmutatom nektek, hogy ugye meddig jutottunk el ma. Neki álltunk festeni, én lefestettem az ollát, mutatom, apukám meg rollázza, ahogy látjátok. Ez lesz a színe az aljának legalábbis, egészen idáig az oldaláig. Itt, látod, itt ezt befestettem az egész szélét, és apukám most körbe megy, ott lerollázza az egészet. Szerintem jó lesz, el is takarja, olyan szép fényes lesz, bár még ugye nem száradt meg, ha megszárad, majd biztos jobban fog kinézni. Úgyhogy ezt megcsinálják ezt a felét, ezt a túlfelét, a hátulját, és megvárjuk, még megszárad. Aztán majd utána meg ugye a túloldalát. Vagy lehet, le kell kenni még egyszer, attól, hogy fog eltakarni. Szerintem el fog rendesen takarni. Ahogy látom, legalábbis nagyon remélem. Hogyha nem, akkor max lehengjük még egyszer. Lassan befejezzük, mutatom nektek, hogy néz ki. Kész van ez az oldala. Na várjál, innen átállap a túloldalra. Hát, ha jobban látni. Ez az oldala. Oda néz. És ez lesz a szín. Csak még egyszer volt, hogy le kell kenni, azt mondtuk apukámmal, hogy jobban takarjon, ugyanis egy-két helyen, mintha még átjönne. Két óra múlva, két és fél óra múlva újra lehet kenni. Úgyhogy valószínűleg ilyen ebéd után, vagy ebéd körül én lekenem még egyszer. A hátulja az még vissza, itt még látod, ezt le kell gyorsan festeni, és ennyi volt. Ezt most megcsinálja apukám, látod? Utána pedig nem tudom, valószínűleg megnézzük a másik csónakot ott hátul, és nem tudom, attól függ, lehet, hogy nekem, lehet, hogy nem, ugyanis kezd felnősödni az idő, bár már nem mondott esőt, de nem tudom, úgy néz ki, mintha látod, de kezdene felnősödni, és még a végén megered az eső. Ami nem jó, hogy ugyanis lemossa a festéket róla. Na mindegy, ezt befejezzük, aztán meglátjuk, mit csinálunk. Elmegyünk hátra, megnézzük a másik csónakot. Az eső nem esik még, úgyhogy valószínűleg elkezdjük csiszolgatni, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. A gaszt még mindig nem húztam itt ki hátul, látod, ezt mondtam itt, ezt ki kell majd húzogatnom, majd valószínűleg délután a füvet, lehet, hogy ennyi füvet kellene majd vágni lassan. Na nézd, ott van, látom, megfordítottuk. Ott van bent a Davis valahol. Hol van? Éppen rajzol. Nem látni a keresztül, az ablakon keresztül, azt hiszem, hogy nagyon szeret rajzolni. Múltkor elkezdett rajzolni, és klikszik-rakszik minden felé. Amit tegnap kihúztuk feketével, látod itt az alját, hogy ne folyjon be a víz. Megszáradt? Megszáradt. Meg volt rajta itt kettő darab lukacska, azt is behúztuk. Már a festék majd fog takarni, és az alja másfajta festék lesz, ez az alja festék, hogy ne menjen át rajta a víz. Ezt a felső felét most meg kell csiszolni, igen, le kell újra húzni egy pár dolgot, az ki lesz cserélve, például ez ki lesz cserélve majd, és el van száradva, meg töredezik minden felé.
ez kész van, látod? Ilyen szép le kell csiszolni. Na, gyerek, most mi nekiállunk, azt majd folytatjuk tovább. Elkezdtük festeni, ahogy látjátok, ez csak az első, ugye az első, amit lefestünk rá, hogy ne menjen át rajta a víz, aztán holnap rá fogjuk festeni azt a másik festéket, azt a fehéret, és utána jön majd rá a szín. Ez csak azért van, hogy látod, ilyen gumis valami lesz majd, ha megszárad, és általában 4 óra múlva lehet újra kenni, amit mi ma valószínűleg nem fogunk megtenni, valószínűleg majd holnap. A másikat nem tudtuk lekenni, ugyanis néztem, és 16 óra szárazási idő kell neki. Én most nem másra, mint gyorsabban megyek és iszok valamit, és ettem egy szendvicset, mert nem nagyon reggeliztem, csak azt a kekszet ettem meg, de várjál, azt hittem kizártak, nem zártak. És én 10 óra környékén, 10 óra után szoktam ugye enni egy szendvicset, vagy valamit munka közben, ami ma elmaradt, ugyanis 11 óra 20 van. Na, feleségem csinált egy szendvicset, és nem hozott nekem inni, hogyha gyorsan iszok egyet. Szárbusz, mit eszel? Epret. Ja. Jöjjön, most megyek ki. Ezt lassan befejezzük. Apukám el fog menni haza. Én meg valószínű, hogy gyomlálok tovább. Ezt gyomlálásra hívják. Most jutott eszembe. Kihúzod a gasz, nem? Na, húzom a cipőmet, és... Amúgy nem kék lesz az alja. Még mielőtt valaki majd megkérdezi, hogy kék lesz az alja, de csúnya lesz. Ez, nem ez lesz a szín, ahogy mondtam. Tehát majd holnap, vagy holnap után jön rá a rendes szín. Ugyanaz a színe lesz az aljának, mint a másiknak, az a sötétebb. És majd meglátjátok, ha el fog készülni, szerintem nagyon szépen fog kinézni. Na várjál, megnézzük, ott tart apukám. Én mindig kemi. Valószínű, amúgy nem tart sokáig, nagyon gyorsan le lehet ugye festeni. Itt nem kell nagyon bevágni meg semmit se, ugyanis ez még nem az rendes festék. Megebédeltem, itt lök az autóba, hogy látjátok, le is zúgyoztam közben. A csónakot néztem az előbb, elég jól szárad. De mindegy, én most nem máshol vagyok, mint el kell futtam a boltba, kell vennem tejet, kenyeret, valószínűleg be kell mennem a bankba, nyílik a kulcs, és jövök hazafele. Úgy múltkor valaki azt kérdezte, mert esett az eső, és várjál, nem tudtam addig ide a kamerát. Esett az eső, a Lukasz jött haza az iskolából, és valaki kérdezte, hogy miért nem megyünk el a Lukaszért. Na várjál, csak az autó, mert közel álltam a falhoz megint. Miért nem megyünk el a Lukaszért az iskolába, amikor esik az eső? Na, kicsit a zenét. Azért nem megyünk el az iskolába, amikor esik az eső, mert itt van mellettünk az iskola 5 méterre. Mindjárt mutatom, hogy hol, hogyha valaki ugye még nem látta volna. Látod, innét kiálltam a garázsból, és ott az iskola szembe. Tehát, hogyha kijönnék autóval, itt megállnák és besétálnák az iskolába. Ezért nem megyek az iskolába autóval. Azért ugye az volt az egy fél, hogy ide költöztünk, mert itt az iskola túloldal, Lukasz csak átsétál. Amúgy, ha hazajövök, lehet, hogy megporszívózom az autót, mert elég koszos belül. Nem az, hogy koszos, mert nem koszos, de van egy pár ilyen szöszmösz az autóban, főleg itt a lábnál. Ezt ki akarom takarítani, gondoltam, hogy megmosom, de mutatom az időt. Látod? Nem tudom, hogy mi történt, de megnéztem az időjárást, és ilyen időt mond egészen hétfőig. Ilyen, de végülis nem esik az eső, mert nem akar esni az eső. Úgy néz ki, mintha itt ott csöpörögne, ugye, de... Várj, itt befordulunk. Az automosás, én azt mondom, hogy várok még egy pár napot. Ugyanis jövő hét közepétől, ha minden igaz, azt mondták, hogy jó idő lesz, legalábbis nagyon remélem. Na mindegy, most gyorsan elfutok, és megcsinálom, amit kell csinálni. Amúgy néztem egy autót a Davisnek, képzel a születésnapjára, ugyanis most lesz a születésnapja a Davisnek. 2 éves lesz, képzel, 2 éves lesz a Davis júliusban, július végén, és akarunk neki venni egy ilyen autót, egy ilyen elektromos autót, amiben ugye bele tud ülni, és jön ki ez az új Cars harmadik része, azt hiszem ez a mese. Én azt mondom, hogy jön ki, mert tele van minden vele, most minden, a bolt. Van egy ilyen autó, ilyen elektromos, bele tud ülni, tud vele menni, rettentő jól néz ki, csak az a baj, hogy nem fér bele ebbe az autóba, tehát nem tudom hazahozni. Úgyhogy el kell menni a munkásautóval majd valószínű valamelyik. Na mindjárt, megvan, majd megmutatom nektek, hogy hogy néz ki. Mit keresünk? Az autót, a távirányítót megtaláltuk, de nincs meg az autó. Ugyanis van játék mindenhol. Én azt hiszem, hogy itt hagytuk a dobozba. Itt az autó, nézd, megtaláltuk. Na ezt az autót néztem a Davisnek születésnapjára, mármint nem ezt, hanem ilyen autót, amit mondtam, csak nagyobb, amivel bele tud ugye ülni, és fel kell tölteni, mert elektromos. És majd meglátjuk. Amúgy én vagyok a Batman, én éppen játszok a Batman a Davis-szel, és nem vettem le a maszkot, úgyis leveszem a maszkot, bár most nem lát, akkor mérges rám, és mindig vissza akarja húzni a fejemre. Na mindegy, ezt az autót néztem, csak egy ilyen nagy baj, be lehet tudni az áramba. Annak idején nekünk, amikor gyerekek voltunk, volt egy ilyen motorunk, egy ilyen nagyon régi motor, honnét megkaptuk, már nem tudom, hogy honnét, és fel kellett tölteni, de
Nem sokat bírt az akkumulátor, mert ahogy mondtam, már régi volt, ilyen háromkerekű motor volt, és rettentően szerettük, főleg az öcsém, én egy kicsit túl nagy voltam vár rá, és engem alig akart elbírni. Én azt hiszem olyan, majdnem, hogy 10 éves voltam, vagy 8, nem tudom. Na mindegy, mit mondasz? Mit? Ja, itt a maszk. Látod? Most vedd fel te, miért mindig nekem kell felvenni? Hm? Úgy, na felbúzzuk. Látod? És én leszek megint a Batman. Na, amíg visszamegyünk a szobába, már ezt ide letesszük. Akarsz valamit építeni? Hm? Do you wanna build? Build! Na mennyi? Hoppá! Hozd el az autót! Na, hozzad! Oké, okay, visszük a rendőrautót. Ez tudod, milyen rendőrautó? Megmutatjuk nekik, milyen rendőrautó? Ez egy magyar rendőrautó, ugyanis Magyarországról hoztam még. Várjál, vagy nem is tudom ki, valaki hozta. Addig leveszem ezt a maszkot. Na, van nekem is egy dobozba, képzeld el, és hadd nézzenek, megmutatjuk, jó? Ez a magyar rendőrautó. Na várj, nem. Jó, akkor nem mutatjuk meg. De a rendőrautó nem a sinen megy, hanem a rendőrautó az úton megy. Ott át kell menni, látod? Az ott nem fog átférni. Oh, na minden, akkor majd beszorult. Játszunk most egy kicsikét tovább, aztán majd meglátjuk. Sok érdekes dolgot nem hiszem, hogy fogunk majd csinálni, mert mutatom, megjött ez a fel, megint. Mintha esti akarna az eső, olyan őszies, olyan igazi őszies, Magyarországon olyan igazi őszies idő van, vagy télies. Mondja, hogy nincs azért olyan hideg. Amúgy, ha ilyenkor felős az idő, nincsen hideg. Nincs meleg, de nincs olyan hideg, hogy ugye meg akarunk fagyni. Úgyhogy nem hiszem, hogy sok helyre fogunk elmenni ma délután. Valószínűleg sehol se fogunk elmenni, fogunk lenni. És játszunk. Na nézd, szirénázik a rendőrautó, látod? Hogy áll a hajad? Te. Én azt mondom, hogy le kell vágni a hajadat. Reggel mutattam a videóba, képzeld le egy trükköt, ez a fidget spinneret. Tudod, mit csináltam? Mi? Rátettem ide az orromra, és ott pörgött az orromon. Mit nézünk? Nem az órámon, az orromon, az orromon. Nem az órámon, rátette az órára. Hogy te hogyan tudtad csinálni, én mindig praktizom. Nem úgy kell. Hogyan kell? Rakd hátrába a fejedet. Úgy, rárakod, figyelj, rárakod. Várjál. Megvan? És most megpörgetjük szép lassan. Látod? Te! Úgyhogy, mi most nem más fogunk csinálni, mint elmegyünk a szüleimhez, és ezt a videót itt lassan befejezem. Add ide, megpróbálom még egyszer. Ugye lehet, hogy csak egyszer sikerül. Szerintem sikerülni fog még egyszer. Figyelj! Nézd, figyelj! Hoppá! Nem tud. Várjál. Nézd! Megint megy! Úgyhogy, mára ennyit mindenkinek. Hoppá! Szóval a részletén venni a nyereményjátékban semmi más nem kell. Szóval, hogyha részletén venni a nyereményjátékban semmi más nem kell tenned, mint válaszolni a kérdésre. Mit? Ja, egyet kisorsolunk, mondtam reggel a videóban. Vagyis a videó elején, reggel. Semmi más nem kell tenned, mint megírni, hogy mióta nézed a videóimat. Ahogy mondtam, mindegy, hogy tegnap óta, vagy három nap óta, vagy egy év óta, körülbelül, tehát nem kell pontos, ugye pontosan úgyse fogod tudni szerintem, hogy mióta, de így nagyjából. Írd meg ide a videóra, hogy mióta nézed, ha részt szeretnél venni a nyereményjátékba, ezt mellett egy szeretést nyomni erre a videóra, egy lájkot ugye, és fel hogy legyél iratkozva a csatornára, jövő héten pedig sorsolunk. Most pedig ezt a videót itt most befejezzük. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét! Szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok! Szia! Szia!